Új kerítés a temetőnél, nemrégiben épített játszótér. A fejlesztéseket egyaránt a Magyar Falu Program sikeres pályázatainak köszönhetően valósították meg Paszabon. Az önkormányzat számos területen újított fel, vagy építkezett hazai forrásból az elmúlt öt évben. Az úthálózat jelentős részét is helyrehozták a településen, mondta el Tajti Péter polgármester 35 perc című műsorunkban. A településen az önkormányzati utaknak a szinte a 90%-a 5 évnél nem régebbi, tehát mindet a Magyar Falu programnak köszönhetően, illetve... Ez eléggé nagy szó. Nagyon nagy, tehát én azt, gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés, hiszen, hiszen a településen élőnek nagyon fontos az úthálózat, hogy az teljesen rendben legyen, meg nem beszélve arról, hogy a település képet is úgy tudja formálni, hogy ami mindenképpen előre mutató, és még úgy tudjuk, bár tervek vannak, hogy a település főutcája, ami állami út, azt is fel fogják újítani idén, ezen a nyáron. Öt évvel ezelőtt adták át passzabon a mesekert bölcsődét, az Európai Uniós forrásból épített intézmény azóta is teltházzal üzemel. Ugyanez igaz az óvodára és az általános iskolára is. A településen tehát teljes az oktatási nevelési intézményrendszer. Az önkormányzat célja most az, hogy szociális területen is bővüljenek a szolgáltatások, egy nappali idősek otthonára adtak be pályázatot. 2020-ban, ugye, amikor a Magyar Falu program elindult, akkor lehetőségünk volt elhagyott ingatlanoknak a vásárlására, és ugye, ahogy elmondtam, hogy ugye a legkisebbektől, a bölcsődétől, a iskolás korú gyermekeig rendben van a település, viszont gondolunk kell az idősekre is, és éppen ezért az, ezen a pályázaton azért indultunk, hogy elhagyott ingatlant vásárolt meg az önkormányzat a Magyar Falu programnak köszönhetően, és oda pedig egy nappali ellátó idősek otthonát tervezzük, ami már ö, benyújtott pályázat, és ö, a döntésre várunk. Tehát, és akkor itt tulajdonképpen a a legkisebbektől a legidősebbekről is tudunk gondoskodni. Passzabon a népművészet hagyományápolása kiemelt ügye nem csak az önkormányzatnak, hanem a lakosságnak is. A település ugyanis a passzabi szőttesről vált ismerti, készítésének kezdete az 1930-as évekre tehető, de a szövés hagyománya mai napig élénken él a falu közösségében. Ezt erősítve tavaly az ezt bemutató tájházat is felújították. A település lakossága is ezt nagyon komolyan veszi a passzabi szőttesnek a őrzését, a hagyományait. Éppen ezért a település központjában lévő passzabi szőttes és Népművészeti Ház, amit szintén ö, tavaly ö, évben ö, ö, avattunk fel, illetve újítottuk fel, ahol helyet kap ez a helytörténeti gyűjtemény, illetve a passzabi szőttes, ami egy élő múzeum tulajdonképpen, mert aki ellátogat hozzánk és betér a múzeumba, akkor itt ezek a szövőszékek működnek. Tehát nem csak kiállítás, hanem valóban meg is lehet nézni a szőttes készítését. Nagyon örültünk annak, hogy a megyei értéktárba felkerült a passzabi szőttes, és ez a település teljesen meghatározza, hiszen a gyerekek az iskolában is vannak szövőszakkörök, tehát ők ezt folyamatosan életben tartjuk, és tudják azt, hogy miről is híres passzab. És ugye ott mellette ott van a református templomunk is, a másik pedig az, hogy a település címerében is a legméltóbb helyet a szőttes kapja, illetve a templom. Tajti Péter emellett kiemelte, a közelmúltban fontos lépést tett az önkormányzat, amely márciusban átvállalta a néhány héttel korábban bezárt posta működtetését, megmentve ezzel a szolgáltatást a településen. Paszabon a sport lehetőségek is bővülnek, erre a helyre ugyanis hamarosan egy rekordtán sportpálya épül. Ezt kimondottan a hátrányos helyzetben élők számára hozzák létre, amelyre a Máltai Szeretett Szolgálat pályázott sikeresen. A sportpályát 86 millió forintból alakítják ki.